Halló? Hello! Hello. Szevasztok, srácok! Boldog reggelt! Szerusztok, Nekelek. sziasztok! Um, Eseménydús szerdei nap után um, borongós csütörtök reggel. Basszus, Nagyon kemény volt. Láttam, hogy nagyon sokan írták a a, a a reggeli kapcsolatban is, de tapasztaltál a tegnapi um, bombariadókkal kapcsolatban bármit a városban? Mm. Nem. Nagyon durva volt be zeg. Én elmentem a fórum mellett, uh -huh. Hát ezért nem volt gyenge. Mármint úgy értem, hogy a, a kiszálló egységek mennyisége Aha. és egyéb dolog. Állítólag valamilyen ilyen országos dologról volt szó. Igen, igen. Én nem is, nem is, gondoltam egyébként akkor, csak hát ugye a taxisok, mint információforrás, az elképesztő, tehát túl a fodrászokon, úgyhogy onnan megtudtam egy részét, ami utána kíváncsi váltett, és akkor így elkezdtem olvasgatni. De ja, nagyon kemény volt tegnap, több pontján az országnak is volt ilyen nagy bevásárlóközpontos bombariadó. Igen, igen. Én azt olvastam, hogy mindenhol ugye, több városban ilyen árkád plázát zártak be, uh -huh. vagy ürítettek ki. És hát ugye nálunk a fórum is elméletre ugye Arcade franchise rész, úgyhogy most nem tudom, hogy ez országszinte volt egy próbariadó mindenhol? Igen. Vagy, vagy tényleg volt valami bejelentés, hogy az árkádban van? Nem, hogy... nem, nem. Tehát ez úgy néz ki, hogy e-mailben érkezett fenyegető üzenet a Szerdán az üzlet központ részére. Ehm, ez így konkrétan a debreceniek ezt Nyilatkozták. Uh -huh. Tehát ugye a Debreceni fórumnak is, tehát elvileg mindegyik ilyen bevásárlóközpontnak érkezett fenyegetés. Ja, külön, külön kapott külön uh -huh. e-mailes, e-mailben történt fenyegetés. Elméletileg a Budapest és a Szegedi járkád, uh -huh. tehát Budapest Szeged, Debreceni fórum, Pécs és Győr, uh -huh. Tehát Öt városban volt öt bevásárlóközpontban ilyen bombariadó, és hogy elvileg e-mailben érkezett. A cucc, és ugye ilyen esetekben, amikor fenyegetés érkezik, akármennyire is gondolják azt, hogy borsít az egész, kötelező. Meg, ugye... kell, meg kell csinálni, igen, az üri kiürítést. Hát meg ugye átvizsgálják az épületet, az egy ilyen pláza kapcsán azért nem egy olyan nagyon rövid idő. Hát de fú, nem tudom, szerintem vagy tíz rendőrautó minimum kint volt, két mentő, tűzoltó, minden, amit el tudsz képzelni. És így, így le volt zárva a cucc. Tudjátok, az ilyen biztos valakinek, nem tudom, hogy vagy az üzemeltető, vagy a tulajdonos általak közös uh -huh. ezeknél a plázáknál, tehát valami érdek dologról lehetett szó, nem uh -huh. véletlenül szúrták ki ezeket a bevásárlóközpontokat. Ez a bombari ez amúgy így megy, már örökké valóság óta uh -huh. ilyen divat, amikor ki akarsz baszni valakivel. Igen. Nekem az a problémám ezzel, jó, sok problémám van vele, de az a problémám, a fő problémám vele, hogy ezt tudod, ez. Ez a tökéletes példája, tudod, a boltban üvöltözésnek, hogy pont azzal baszol ki, akivel nem akarsz. De gyakorlatilag kibaszol azokkal a boltokkal, akiknek ugye most lesz egy valamennyi záratartás, amivel elesnek a bevételtől, uh -huh. meg kibaszol az emberekkel, akik arra akartak menni csinálni valamit. Az üzemeltető az gyakorlatilag ugyanúgy elkérje a véleti díjat, tehát nekik annyira igen, nagyon igen, nagy problémájuk ebből nem lesz. Igen. Igen. Enge engem az zavart, igen, hogy ugye mondták, hogy a parkoló autókhoz sem engedték oda az embereket, ami igen. nyilván magától értetődő, mert ha tényleg van bomba, ugye az is az épület része, nem a parkoló, mm -hmm. azt is át kell fésülni, át hogy kell de. nézni. Ne legyen semmilyen tragédia a dologból. De most ugye írja valaki azt, hogy délután háromkor kezdődött este, nyolcon még tartott. Igen. Nem tudom, hogy az idő alatt ténylegesen addig nem engedték vissza az embereket a kocsikhoz vagy valami, na most érted elmész bevásárolni. Tervezett, hogy egy fél óra lesz, és baszki ott ragadsz öt órára, vagy hát, hát a, öt, a, a öt, kocsidót ott Azért ez úgy szerintem elég kellemetlen. Igen, egészen Modhat hosszú, hosszú ideig ez. tartott. Hát nagyon-nagyon sok idő, tudod, ameddig, mert óriási az épület, tudjuk mekkora, dolgoztunk ott, Öm, meg a parkoló, meg minden, hát, amikor mindent átszagoltatnak kutyákkal, Igen. Meg meg amit el tudsz képzelni, az rohadt sok idő, ha belegondolsz. Igen. Hát most hol a bomba, bazdik, a faszon tudja, tudod? Igen. Igen. Mi az a kartondoboz? A... Hát meg igen, az, hogy mindent, nem csak úgy a, a folyosókat, hanem az üzleteket, az üzleteknek a raktárhelyiségét, és ugye emiatt volt, vagyis hát én úgy olvastam, hogy minden üzletből egy dolgozónak ott kellett maradnia. Ezt nem is olvastam, igen? Dakarodj már! Ö, Facebookon olvastam, úgyhogy a, a valóság alapját kérlek kezeljétek helyén, Ö, de hogyha tegyük fel igaz, akkor az úgy... Én számomra értetetlen, hogy ott vannak az épületnek a saját biztonsági őrei, akiknek feltételezem, hogy mindegyik üzlethez van kulcsa. Uh -huh. Akkor az üzletdolgozókat miért nem lehet ugyanúgy az összeset kiterelni, hogy zárjátok be az üzletet, aztán de de csókolom egy kicsit. és a biztonsági őrök, nem úgy, hogyha az ő épségük kevésbé lenne fontos, de mégis mi próbáljuk minimalizálni a bent emberek számát, nem? Azt írják itt, hogy igen, ott kellett maradjanak. Na jó, az meg, és ez mi is húzta ki zét szívószálat, hogy ki húzza a rövidebbet? Hát az üzletvezető. Ő, ő, üzletvezető. Ők, ő, ők, kapja sok pénzt. Gratulálok a 10 ezer forint alatt a fizetésedhez. Most szépen dögöljön meg. Igen, <laughs> 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 igen. hát ez kurva jó. Ó, oh, te jó Isten. Nem, ez, 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 ez nem. Ez, 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 ezt, én nem is értem. Tehát, ha, ha egy bomba, tehát egy, egy, hogy mondjam, egy, van egy ilyen életveszélyes helyzet, a bombariadó van, mégis a vezetőség hogy dönti el, hogy melyik dolgozó maradjon ott? Aztán a felrobban, felrobban. Vagy ha éppen elment ebédszünetre. Nem abban az épületben, nem kiugrok a sarki viroszoshoz, a is az, vagy akármi. És nincs ott. A dolgozók közül akkor kihúzza a rövidebb, tényleg sorshúzása? Hát mondom, hogy így, gondolom, hogy így volt, hogy nem tudom, vagy valaki <coughs> azt mondja, nekem mindegy. Na, ez borzasztó. Ez borzasztó. Meg amúgy így munkahelytől ezt azért nem várja el az ember. Nem, nem is lehet ilyet csinálni. Nem. Nincs benne a munkaszerződésben, hogy bombariádó ki a feláldozható. Na, mindegy. Úgyhogy kínos egy helyzet. Szerintem végtelen geci dolog, majd patkány dolog, érted? Egy ilyen e-maillel. Igen. Igen. Letúlani mert mert még az iskoláknál, hogy van a bombariadó, az még úgy az a oké, okay, valamelyik diák nem akarta megírni a témazárót. Na, bum Láttunk Igen? már ilyet. De amúgy egy plázában miért csinálsz bombariadót? A, a ruhabolt kibaszott veled, és nem vette vissza a ruhádat, és ezért ki akarsz cseszni, vagy vagy miért? Mm. Vagy a, itt a Debreceni egyik bevásárlóközpont ki akar cseszni a másikkal? És... Nem, 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 mondom, elméletileg az volt. É, é, érted, mire, hogy országos szintű, ezért nem látom át hogy most. Um, hogy... Az a baj, nem emlékszem, hogy ki volt az üzemeltető uh -huh. a, a fórumban, a tulajt azt tudjuk. Igen. Um, nem tudom, hogy ezeknek a plázáknak a tulaja Biz, biztos, volt hogy, közös. Biztos, hogy közös a Vagy Az tulaj... üzemeltetője? Igen, de hát pont ez az izi, amit mondtál, hogy nem a ő vele cseszel ki. De vele akar? Hát vele akar kibaszni, érted? Ez egy figyelmeztetés. Igen. Tudok e-mailt írni, be vagy szarba mi, szóval nem értem, de hogy elméletileg valami ilyesmi oka volt uh -huh. az egésznek. Ö, vagy ilyen összehangolt dolog, vagy valaki tartozik valakinek, vagy csúnyán nézett, nem tudom, de patkány dolog az ilyesmi. Az, az teljes mértékben. Na, mindegy. Ö, kényelmetlen, kellemetlen sajnos, de hát most mit lehet csinálni? Az a jó, hogy ugye komolyan veszik, nem pedig félváról ezeket a dolgokat, és akármennyire kellemetlen, meg, meg beleszól a napba, meg elbassza az összes dolgot, ami amit elképzeltél, hogy ma hogy lesz, akkor is jobb, hogy hogy ugye komolyan veszik és átnézik a dolgokat, mert Igen. azért eléggé cinkes tud lenni egy ilyen. Um, nem lehet, hogy időszakos gyakorlat volt, az előbb beszéltük meg, hogy írt, meg is írták, hogy fenyegetést kaptak e-mailben. Uh -huh. Engem. Um, nem is emlékszem utoljára, mikor volt így ö, ö, ilyen komolyabb bombariadó. Szerintem a suliban emlékszem ilyenre. Nekem is ott rém. A, 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 a plázában. volt nekem, amikor még a moziba dolgoztam, ott, ott volt, hogy el kell hagyni. Ah, ah, ahhoz képest így lementünk az emeletről, és az alsó szinten az egyik árubeszállítós garázsba dohányoztunk. Az volt szerintem a bomba védelmi hely. Igen. Én, 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 Szak, én nem szakadt hiszen... az eső, és hát nem mindenki tudott hozni kabátot, így aztán nem igazán volt kedvünk kiállni az esőbe. Ami nyilván baromság, mert inkább ázzál az esőbe, mint hogy ráboruljon az épület, de... Nem, csak rágyújtok. <laughs> én, a, én a voltam még, 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 vagy voltam vagy 11-3 12, 12, éves uh -huh. bozi után, uh -huh. amikor volt egy bombariadó a Debrecen akkor még nem volt fórum, és akkor bejelentették, hogy bombát rejtettek el a kaszinó részen, a biliárdasztalba, és azt is megmondták, hogy melyikbe. Az igaz. Küldték a szépületet, ott álltunk mögötte, mert hát, ugye, még nem jöttek értünk. És ott, ott álltunk <laughs> mögötte, és konkrétan már bentről ö, jöttek, jöttek az infok, hogy kajakra meg az egyik lyukba beledugtak egy bomba energiaitalt. És sose felejtem el. Ú, te. És tulajdonképpen hogy kibaszásból. Te persze, persze ki kell tűzenni az egész pár a faszba. Meg ugyan De van... legalább jó fejek voltak, hogy megmondták, hogy melyik asztal. Hát na jó, az meg egy csomó ember ez kilenc mozi van persze. Kilenc nézték persze. a Igen. filmet, meg minden. De azért mondom, hogy oké, okay, nyilván kibaszás, mert hogy hát kibaszás. kiürítenek, és ott kell hagyni mindenkinek egy órára, vagy mit tudom én, mennyire a plázát. De abból a tekintetből idézőjelesen jó fej, hogy megmondták, hogy melyik asztal, hogy Igen. 10 perccel, vagy Hamar fél órában röv rövidebbig tartott az egész Igen. helyzet. Hát ő, de öde érted most! Igen, de legalább hamar kiderül, igen, hogy ez egy-egy poén volt. De mondjuk rettentő sok kárt okoznak, ugye ki kell szálljon ugye a, a bombavédelmi stb. Ez rohadt sok pénz, rohadt kényelmetlen. Shuliba, ugye a bombariadót csináltak. Ugye az ember nagyon furcsa, hogy minden élet minden szakaszában azt gondolja, hogy a, hogy az, ami vele történik, az a legfontosabb dolog az egész életében. Uh -huh. Ugye Persze. főleg az általános iskolások szoktak ilyeneket csinálni, hogy azt gondolják, hogy hogy nem készült a dolgozatra, és ha erre egyest kap vége az életének, Bilang segítek vége. ezeknek a diákoknak, nem lesz vége az életeteknek, nem. de akkor ők ezt gondolják, és hogy a leges legjobb dolog a, hal a halogatás, és hát. Bombariadót csinálnak az iskolába, betelefonáltak, emlékszem, annak idején a pénzes sülkéből, meg minden, soha nem értettem ezt, hogy miért jobb. De látod, vannak ilyen emberek. Fé, az is lehet, hogy nem, nem a dolgozat miatt, hanem a hec miatt. Fogadjunk, hogy nem mered. Jó, biztos, hogy volt ilyen is egyébként. Én ezt sose értettem, hogy ez mire jó. Hát az egyik bolond kitalálja, és akkor ott csoportosan, úgy, csoportosan megállapítják, hogy ez egy jó ötlet. Nyilván mindenki volt gyerek, mindenki csinált baromságokat. Van, aki ilyen baromságot csinál gyerekként. Ennyi. Náluk volt egy kétszer ilyen bambariadó, de valahogy mindig valami dolgozatos téma volt. A Igen. testnevelés órára, vagy az informatikai órára, amikor végigjátszod, csak nem csinálsz bomboriadó. Mondjuk Igen. azokkal mekkora kibaszás volt, hogy pont az lett volna. Igen, és örültek, hogy most mi lesz. Na mindegy, ez, ez nem tudom, egyszer nem tudtam soha ezt fádolgozni, de ez lehet amiatt van, tudod, hogy ebben a fajta hetben nem, nem volt részem. Uh -huh. Mármint, hogy te nem vettél részt, mint, mint szervező, nem, csak szenvedő? Az ilyen fajta Hát Én például így a telefonbetyárkodás sem írtam annyira. Az nekem is egy az egybe kimaradt, és De nem az az is értettem, legemiad. hogy... Tehát ez a, ez, a, tudod, ez a csak úgy kibaszni emberekkel, mm. ilyen idegen emberekkel, ez nekem annyira nem volt izgi. Igen. igen. Mert még, hogy a barátait hívnak, is látod, hogy ő hív, és úgy veszed hogy haló sikert lakás, még azt mondom, hogy Jó, oké, le, le, lehet, lehet, lehet igen. De nem az, hogy a full idegen felhívni... Nem. Tudom, vannak emberek, akik bírják ezeket a dolgokat, meg szeretik, meg élvezik, meg trollkodtak annak idején, tudod, a chat.hu-n is, meg eljátszották, hogy nem tudom kik, uh -huh. tudod, meg minden. Van, van vannak, 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 ilyen emberek. Van, nekik ez a szórakozás, Pisti. Igen, akik tudod, a társkeresőre regisztrálnak, kamuképpel, és akkor szapatják a többi ember. Szerintem szóval, ezek a trollok, nem? Na egyrészt, akik már úgymond így az a megszemélyesítenek másokat, azoknak lehet, hogy egyrészt a troll is tényleg poénból de mi van azokkal, akik meg, akik nem? Hanem, hogy az a kipécéznek, hogy egy bizonyos embernek lopom le az összes képét, és az ő nevébe beszélek. Hogy az, az mennyire elborult el, meg kell, hogy legyen már. Tudom, de szerintem még a social network ideje előtt, előtt, hogyha nézzük, ezek voltak a trollok, nem? Gyakorlatilag igen. a neten most, amit a trollok csinálnak, tudod, hogy direkt felbaszantanak valakit, vagy uh -huh. tudod, szándékosan próbálnak. Ö, igen, csinálni. igen, 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 ez a telefon betyárkodás, bombariadó, chat.hu-n eljátszom a, a csajnak, aki tíz éve keresi a párját, és már nagyon a végét járja azzal kapcsolatban, hogy egyedül marad egész életében, és akkor eljátszom, hogy én vagyok a tökéletes férfi. Aztán három hét megbeszélés, és két kihagyott randi után küldök neki egy egy pucérseges képet, és egy kap be, mert amúgy kilenc éves vagyok. Vagy valami ilyesmi, abban semmi vicces nincs egyébként. Szerintem, szerintem ez, ez volt a trollkodás régen. És um, ugyan, ugyanúgy, ugyanúgy ilyen gonoszak voltak az emberek, csak kevesebb volt a lehetőség. Most már több. Már másabb volt a helyzet, igen. Ott azzal szórakoztak, leegették a kocsinak a kerekét, vagy... vagy... Igen, meg megpróbáltak cukrot dobni a tankba. Igen. Vagy hát a többi. banánt bedugták a kipufogóba, vagy a krumplit, vagy mit terem én. Igen. Igen. Túlságosan specifikus példa volt. Igyekszem általában úgy fogalmazni, mikor így gondolkozunk, vagy elképzelünk dolgokat, hogy minél pontosabban el tudjátok képzelni. Élményközeli legyek. Igen, mert az a baj, hogy ha, ha az ember csak úgy, úgy kb. fogalmaz, akkor ugye mellé megy az üzenet a legtöbb esetben. Micsoda? Ó, tudom, tudom, tudom. Nagyon-nagyon sok uh, ilyen példát lehet mondani. Annak idején uh, mi, ugye egyszerre mindenkinek hozzáférése lett az internethez, nem mármint úgy értem, hogy az internet összes részéhez, ha volt internet kapcsolatotok, és hát most nem lehetett megmagyarázni, hogy melyik része mire jó. De fura egyébként, amikor meglátod azt, hogy, hogy és nem itt de vannak embertípusok, akik ilyenek, és vannak embertípusok, akik olyanok. Van, nem tud trollkodni, lelki ismeret, bűntudat, ö, hasonló szinonimák, és egyszerűen nincs, Igen. nincs hozzá kedve, vagy nem tartod viccesnek, meg vannak emberek, akik élvezik ezeket a dolgokat. Nekem volt egy pár ismerős, még annak idején, így, tudod, ilyen általános iskola, vagy középiskola elején ilyen osztálytársak, társak, akik, tudod, ilyen inkább ilyen trollos emberek voltak. Egyébként furcsa módon most így belegondoltam, mai napig fura emberek. Mármint úgy fura emberek, hogy, tudod, hogy ő a csávó, meg a, meg, a, meg a vele nem megyünk sehova, mert beleköt mindenkibe. Fura ügyei vannak. Igen, úgy, úgy, valahogy. hogy nem százas. Ma bocsánat, hogy ezt mondom, de... É, van de... egy kis kattanása, igen. igen. Van, 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 az embereknek egy ilyen kattanása, akik... akik nem tudom, így ebből nem tudnak soha kivetkőzni teljesen. Ez, ezért mondják azt, hogy természetes dolog az, hogy vannak trollok az interneten, mert ez egy ember embertípus, akik szeretnek kibaszni igen, másokkal. Igen. Kákat írta ugye, hogy vannak olyanok, akik saját magukként trollkodnak, úgymond tesztelik a párjukat, ne párjuknak a hűségét. Még az, van olyan nő, aki, aki ezt megehetési szinten csinálja. Fel lehet őt bérelni. Hogy leteszteld a, na a jó, párodat, de, na jó, hogy már... hogy el tudja elcsábítani online. Igen, de ha már azt mondtad pont, hogy, hogy, hogy nem százas. Tehát most milyen, 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 fokú bizonytalanságba kell éljél saját magaddal kapcsolatban, nem a, nem a barátod, vagy a, vagy a, barátnőd, vagy a feleséged, uh -huh. vagy a férjeddel kapcsolatban, hanem saját magaddal kapcsolatban, ennyire kell bizonytalan legyél, hogyha neked tesztelni kell valakit. Szerintem ez a leggázabb dolog a Földön, bazd meg. Igen, hát ott az a párkapcsolat elég instabil lábakon áll. Van, aki ezt bevállalja. De és, ilyen, de, de. és inkább fizet más embernek, hogy legyen letesztelve, és legyen megnyugtatva. De én ezt egyszerűen nem értem. Tehát, hogyha, tehát hogy a faszomban lehet valaki egy olyan kapcsolatban, ha megállás nélkül azon parázik, hogy a másik félrebaszik, Attól, hogy azon parázol, hogy a másik félre baszik, attól még félre fog, hogyha olyan. Tehát ez ezzel semmit nem csinálsz, csak megalod magad konkrétan. Hát vagy... Még az hogy megölöd magad, mi van akkor, hogyha az állandó féltékenkedéssel és ezen való parázással üldözöd el magaddal a párodat, és, és amiatt fog félni? Olyan, külön. hogy nem, olyan nincsen. Tehát az ilyen emberek elüldözik maguk mellől a, a másik embert, mert, mert ennyire nem lehet valaki hülye, vagy nem. Ennyire, tehát ennyire hülye emberrel nem akar senki együtt élni, az meg. Hova a, mész? Kivéve, hogyha a másik fél is annyira pont. Tehát gondolj bele. Úgy <laughs> megtalálják, és a, a heti veszekedés az abból áll, hogy már megint mész valahol? Nem, te mész, te akarod, hogy elmenjek, igaz? Mert megjön hozzád. Miért nem vette fel a telefont, <laughs> meg a faszom, hogy ilyenek? De most komolyan, ki a faszom akarja a féléletét azzal tölteni, hogy magyarázza el, hogy eljöttem ide, és igen, tényleg itt vagyok. Igen. Hát most komolyan? De, de... <laughs> <laughs> nem mindegy. Va... Azt aláírom, hogy vannak, e... vannak emberek, emberekről, én érintettem ezt a példát. Vannak emberek, akiknél valahogy ez a nem tudom, hűtlenkedés, uh -huh. öm, így, így a vénájukban van. Így, így, ez, egy, ez egy ilyen game. Szokták is alkalmazni tudod ezt, hogy, 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 hogy player az ember, hogy meddig player az ember, uh -huh. meddig vagy játékos. Ugye az ember általában, tudod, így... A legtöbb ember, mit tudom, még gimnázium, egyetemi Igen. játékos aztán megtalálja a párját, és onnantól ez már nem az. Vannak, akik örök életre azok maradnak, de ez egy szélsőség. Uh -huh. Ez egy szélsőség. Igen. Ez egy szélsőség? Megértem, hogy ha olyan ember talál valaki, akkor. <coughs> akkor. ugye a bizalmatlanság egy magasabb fokán ül, mert valószínűleg első perc kezdve, tudja, hogy ilyen. Vagy ugye megvan az a fajta kapcsolat, tudod, hogy pont ez a vonzó benne hogy jó, micsoda, izé ember, meg minden, ameddig nem, nem, nem sikerül összekeveredni, onnantól ez már utálod ezt a részét. Hát igen. gratulálok. Ezek, ezek mind olyan dolgok, hogy soha nem tudtam megérteni, hogy mi a fasznak kell, tudod, olyan emberrel maradni. A, azt választani, igen. Igen, akiben van valami elviselhetetlen. Mert a kompromisszumot mindig kell kötni, tudod, de az a baj, hogy ez a párkapcsolat, ez mindig is nehéz téma, ugyanígy ezt a, a, kérdést, hogy minek kell együtt maradni egy olyan emberrel, aki pont, 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 a, ezt, ezt, rá lehet húzni mondjuk a, 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 az erőszakos kapcsolatokra is, a bántalmazó kapcsolatokra. Nyilván, nyilván, És érted, ez már megint másik vég. Ne, neked is, nekem is, hogy ez a nem volt ilyen részünk, e, érthetetlen számunkra, hogy az első elcsattanó nem pofon, hanem öklösütés után, hogy lehet a kapcsolatban maradni, de hát mégis tudjuk, hogy van rá példa. Nehéz eset az is. Nehéz, az é, emberek é, furák. Igen. Tehát itt, itt a kígénia, e, simát, aki írja, Sivatagi hogy van egy ismerőse, akinek öt percenként kell küldeni egy képet a párjának, kb. Nekem van egy ismerőse, mert erről meséltem nektek, e, hozzájártunk piálni, e, mert e, nem szerette a, a, a barátnője, hogyha az éjszakában jár ká, mert attól fél tudja, hogy megbotlik és beleesik valakibe. E, és Ugye hivagatta ilyen nagyjából másfél óránként, amíg le nem feküdt aludni, hogy otthon van-e, és csengetni kellett a mikróval. Ting? A telefon hogy biztos, hogy otthon van-e. Én mondtam neki, hogy be, azok szerezünk meg egy ilyen kurva csengőt, az húzunk a picsába. Oh, Na, mindegy, de ez hasonló példa, hasonló példa mint amit sivatagi Fókait írt. Vannak ilyen emberek. Na ilyenkor én így megfogalmazom a kérdést, hogy. És mit tud ez az ember? Ez a negatívuma. mi a pozitívuma, én, hogy meglegyen hol, a balansz? Hol van az? Az, hogy ez neked kell. És az az ember, aki ezt csinálja, az mit gondol, mit tud ő, ami alapján ő egy nélkülözhetetlen személy? Nem tudom. Nem tudom. Az a baj, hogy ilyen szintű kom dolgok kompenzálására csak nagyon 18-as ötletek jutnak eszembe, bár lehet, hogy ez a cover-kép miatt is most. Már akinek fontos az ilyesmi. Ne merüljünk ebbe bele egyébként. Persze, nyilván. De, de azért mennyire durva, nem? Hogy ilyenek ez, Ezért nagyon durva. Meg az, hogy az ember kivírja ezt. Tehát, elviseled ezt. Mi a fasznak akarod ezt hát elviselni? Mert ő megint csak egy olyan beállítottságú, hogy ezt el tudja viselni. Elbírja. Türelmes annyira, vagy empatikus, vagy nem tudom, toleráns. Ez egy megközelítés. A másik dolog valószínűleg szintén valamilyen bizonytalanság saját magadnal kapcsolatban. Úgy találok másikkal. Ez is benne van. Nem. Nem. Én ha ezt most elrontom, akkor itt vége mindennek, meg úgyis meg bánom. Mm. Valami miatt olyan sokra tartod a másik embert, és magadat olyan kevésnek. Mert, mert az a szempont e, is, e, mondasz, az e, is valószínű, amit te mondtál. Biz, biztos, hogy ez is benne van. Vagyis biztos, hogy ez is egy valós helyzet. E, nekünk is a, van egy olyan ismerősünk, aki, aki ugye összeházasodott, azóta két gyerek, meg, meg mi egymás, és uh -huh. évek óta együtt vannak, és az eskü előtt mi is úgy voltunk vele, hogy nem ért pont őt? Mm. Hogy te ennél jobb vagy. Tudnál jobbat. És ő meg nem... Szerintünk nem bízott magába, is, nem is megállapodott Jó, annál a félnél. E, de ilyen. ránk cáfolt, mert ugye. Jó, el vannak. Évek óta jól el vannak, úgyhogy uh -huh. ezért mondtam azt, hogy, hogy párkapcsolat is nehéz, én, hogy kívülállóként nagyon nehéz az egyik fél oldaláról belelátni az egészbe. Uh -huh. Mert hogyha nyilván elmentek egy, egy párkapcsolati terápiára, akkor ott a, a szakember mire két fél részéről be tud látni a dologba, lehet, hogy átfogó képet kap, mint hogy te leülsz a haveroddal is beszélgetsz, és csak a haverod oldaláról hallod az infót az ő szempont, a szemszögéből. Engem. Az a baj, nekem, nekem, mindig, tudjátok, általában realista hozzáállásom van a kérdésekhez, és mindig ilyen nagyon, tehát számomra ezek a jelenségek, tudod? Tehát hogy, tehát, hogy mit tudom én, mondjuk, ha azt mondjátok, hogy a féltékenység van értékelési probléma, itt írták többen, uh -huh. hogy az. Oké, oké, oké. És akkor te féltékeny vagy valakire, mondjuk féltékeny vagy az utcán az előtted sétáló lányra, mint mondjuk egy lány. Tehát, lány vagy, féltékeny Igen. vagy a lányra, mert a barátod melletted sétál, és szerinted, most ezt próbálok alkotni valami fantáziát abban, Igen. amit leírtak Igen. a cseldő cseld az Igen. emberek. Tehát önértékelési probléma az előttünk sétáló lánynak jobb a segge, mint a lánynak. Igen? Lány Mindenken. Igen? A lány szerint. Mert ugye azt mondták, hogy önértékelési Igen. probléma. Ezáltal a lány ezen agyal, hogy annak a lánynak jobb a segge, a csávon biztos, őt nézi, és ugye kialakul ez a féltékeny, mielőtt néz a seggét? Akkor ez szerint a beteges fantázia szerint, amit ez a féltékeny lány, aki a fantázia példánk megalkot, mint önértékelési problémákkal rendelkező nő, ezek szerint a barátja, tehát ő azt gondolja a barátjáról, hogy csak azért megdug egy másik nőt, mert jobb a segge, mint az ő. És ez valakinek a fejében normális gondolat. Tovább megyünk. Amennyiben valakinek a fejében ez normális gondolat, olyan emberrel akar lenni, akinek egy segg dönti el, hogy vele van vagy, nem. Te, ne, te, nem csak az első egy lépcsőt nem értem, a többit se értem. Tehát ennek az egésznek nincsen értelme. Számodra. Mert ilyen beállítottságú vagy, hogy Ezt nem értem, a, 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 a te hogy a lehet, gondolataid de? a párkapcsolaton, párkapcsolatról nem ennyire sekélyesek. Van akinek, igen? Igen. És, és... Rádmászik valaki olyan szempontból, hogy gondolj bele, beláll az arcadba valaki azzal, most azért a másik oldalról képzelem el, mert a, a hasonlót meg végképp nem tudom elképzelni, beláll az arcadba valaki, hogy, hogy na, mi van, tetszik ez a csaj, mi? Meg ilyenek, és így, mit gondolsz nekem, mennyire fontosak ezek a dolgok? De most komolyan. Tehát, így ez az egész dolog, amire gondolni tudok. Mert oké, hogy mondjuk 15 évesen ez. Ez, ez van, amikor tudod, hát felfűtette a az ember, de utána. Persze, meg hát mikor, máskor nem? Ha igen, 15 évesen kell ezeket a partikat lejátszani, mert az az első a kapcsolat elején, vagy remélhetőleg az első kapcsolatok uh -huh. valamelyikébe, és meg kell tanulni, hogy egy kapcsolat nem így működik. És érted, ott, ott kell elszenvedni, vagy elkövetni ezeket a hibákat, mert akkor rájössz, hogy E kapcsolat ennél többről szól. Igen, de hogyha meg a mi szempontunkból, a mi szempontunkból, a másik oldalról közelítjük meg, mit tudom én, amikor gimiben vagy általános iskolában összejön a jó csaj, tudod, akiről uh -huh. azt gondoltad, hogy sose fog összejönni, mert nem tudod, hogy hogy működnek a kapcsolatok, Igen. azért gondolod, mindegy. Összejön, és utána persze parázal érted, hogy úristen, hát ő sokkal jobb csaj, mint amilyen csábó vagyok én, és biztos, hogy le fogja nyúlni valami jó csávó, meg inkább elmegy majd a csaj azzal, a ilyenek. Oké, de akkor gyerekek vagyunk. Ezt nem lehet ráaplikálni, bazd meg a felnőtt korra. Felnőtt korban az van, bazd meg, hogy Úristen, elhapolják a jó csávók. Hát figyelj, hogyha azért van veled, mert nem vette észre, hogy te nem vagy jó csávó, akkor nem fog úgyse so sokáig tartani. Tehát mit gondol? Tehát, nem értem. Tehát ez a... Összejön mondjuk egy, mondjuk, mondjuk a nyolcas csaj az ötös csávóval. Igen. Akkor az ötös csávó féltékenységében mit gondol? Hogy azért jöttek össze, mert nem vette észre? Vagy hogy olyan drogot fogyaszt, amit a izmosnak tűnt? Nem volt éppen jobb. Ki akar baszni a nyolcas csávóval, ja. vagy, <laughs> hogy, hogy, az ötöse. Megmutassa, <laughs> hogy akkor Jobban akkor kell teperni, öreg. Akkor, meg van egy jó két heted. Most ki a fasz érdekel, de tényleg. Szóval én nem tudom ezt megérteni. Én ezt nem tudom megérteni, hogy, hogy, hogy mi, tehát szerintem ezek, ezek a gondolatok alaptalan dolgok. Persze. Már úgy értem, hogy a, nyilván alaptalan dolgok, ha meg nem alaptalanok, akkor meg annyira triviális az hogy húzzál már onnan a faszba, hogy szörnyű. De ez az én bajom. Az a baj, minden túl próbálok tehát megpróbálok mindent átfordítani, tudod így arra, hogy mennyi értelme van, vagy mennyi nincs, és ettől de, olyan hülye hangzik az egész. Hülye hangzik, mert alapvetően hülye, gondolatok az egészek. Igen, de az embernek komplexebb, de, nem? Van... Érzésekből eh, áll, eh, nincs értelme. Igen. Igen. Mert most az, hogy mondjuk én, én, megpróbálom itt trivializálni ezeket a dolgokat, érted? Én is felidegesítem, meg felbaszom magam minden nap olyan dolgokon, amik engem nem kéne. Van. Most vannak megvannak ezek a hibák. ez bosszant, Va, van, akit az bosszant. Igen. A És most nyilván, nyilván hogy ha egy olyan ö, párod van, aki, aki fel tudja cseszni magát azon, hogy az előttetek lévő ö, lányzónak vagy egy úriembernek a fenekét nézegeti a párod, akkor vagy megértetted vele, hogy téged ez zavar, vagy keresel másik párt. De, 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 aki nem de, fogja nézni, de nem is nézed. Ezek a napszemekben járni, úgy. Nem. Átlátszik az is. Nem. Na mindig, ez egy balzasztó témakör. Ez egy balzasztó témakör, és mondom, engem mindig felidegesítette az, hogy egyáltalán, tehát, tehát annyira kevés időnk van, basz, hogy ilyenekkel basszák el az emberek az idejüket, basz ki, hogy, hogy megeszik a saját egészségüket, érted? Uh -huh. meg, a, meg a, saját, a, saját, a, saját, testüket belülről, hogy olyan dolgokon forgolódnak egész nap, amik nincsenek. Vagy, vagy jelentéktelenek. Vagy vannak. Kit izgat? Mennyi mindent van? Gondolj bele! Mennyi mindent van mit csinálni? Annak idején, mikor így beszélgetünk ismerősökkel, tudod, hogy az emberek hogy éltek, mit tudom én, a 60-as évekből, meg mit tudom, hogy ilyenek, és akkor előjöttek azok, hogy miket lehetett csinálni tudod, egy nap, mm. mire lehetett költeni Igen, a pénzt, Igen. kevesebb volt a lehetőség ugye, az embernek több volt az ideje, bizonyos dolgokra, stb. Igen. De mennyi mindent lehetett csinálni? Ahhoz képest nézd meg, 2022, hol vagyunk, mennyi mindent lehet csinálni. Együltő helyedben is. Töltheted azzal az egész életet konkrétan. Igen. De nem. Nem. Vannak dolgok, amik nem változnak soha. Nem. Nem. Agyaljunk azon, hogy ez a csávó olyan mikor fog félrebaszni. És miközben te ezt csinálod, ő a közben egyszer valószínűleg félre fog, mert ez így elég unalmas. Na mindegy, érdekes, hogy valami. Érdekes, hogy valami. Ezek a rossz érzések az emberekben, ezek olyan helyekre jönnek, amiknek nincs értelme sajnos. Ez ugyanolyan, mint mikor, mit tudom én, ö, Veszekedsz valakivel, összevitatkoztok, felüllegested magad, uh -huh. elkülönte a picsába, stb. És ezeknek a, egy része. Jó nyilván. Most vannak szituációk, amikor. amikor frankon arról van szó, hogy mondjuk jogos a dolog. De a legtöbb esetben nem. Másnap mindig azt gondolod, öcsém, amúgy mi a fasznak kellett, most fejlégesítsem magam. tudod, minek kellett most torribálni, meg ilyenek. De azban a pillanatban ezt nem gondolod át. Na, ez talán ez a legközelebb álló érzés, amit mindenki el tud képzelni, amit el tudok képzelni, hogy ilyen szituba lejátszódik. Uh -huh. Hogy ez egy reflex, egy ilyen ösztön szar ez a feltékenykedés, ami egyszerűen jön, mint mikor oknél ok felbaszod magad. Utólag lehet, hogy megbánod. És belátod az, hogy baromság igen. volt, de, de igen, a, a zsigerből előtörő ösztönt igen. nehéz kontrollálni. Igen. igen. És most nem arra az ösztönre gondolok, hogy bele fog esni a barátod valakibe véletlenül az utcán. Az az igazság, hogy prioritások az életben. Nyilván akiknek ezek a dolgok olyan font, tehát, tehát, annyira magas szinten vannak, az, az, azoknak nyilván ez ilyen ultra fontos. De hát van ezer dolog, amit mondom, amivel lehet foglalkozni az életben, vagy ami lehet fontosabb annál, mint sem úgy minden másodpercben erre gondolj. Uh -huh. mindegy is. Ha váltunk témát, Valás. Váltsunk témát? Bácsunk, Bácsunk. Elég volt a féltékenkedés. Én még Erikának az üzenetek. Jó, Erikára a re -re Reagálnék, reagáljá. Mert hogy ő írta, hogy milyen szerencsés vagy te, hogy ilyen párkapcsolatod, milyen jó a párkapcsolatod, ő sem féltékenykedett, mégis megjárta. Ez sajnos benne van. Nem erről beszéltünk, hogy, hogy a nem féltékenykedés fját, garancia arra, hogy nem fogod megjárni, hanem inkább arra próbáltunk rávilágítani, hogy a túlzott féltékenykedés, a sokkal jobban e, megelőlegzi az, hogy póró fogsz járni. Igen, de ez ez azért. De ez a, mindig párkapcsolat függő, úgyhogy de ne, ez nehéz ezt ez áhúzni ez az összes de, dologra. De ez er, ez ezer dolog miatt előfordulhat ilyen, nem csak a feltékenységek. Persze, miatt, az, azért mondom, hogy. Ennek semmi köze nincsen ehhez. Most nyilván az, hogy most, most valaki. Nyilván nem. Nem a másikban, és kibasznak vele. Hát ilyen van. Ez benne van, igen. Ilyen van. De hogyha féltékeny lett, fajta lettél volna, akkor is ez történik. Tehát ilyen, teljesen mindegy. Ez ak a ak ak le akkor lehet, hogy hamarabb. Igen, de és akkor ugye fünketlen. felmerül a kérdés, Pisti. Mi lett volna a jobb? Mit így már utólag látva, hogy egy így is úgy is kibasztak vele. Mi lett volna a jobb, ha féltékenykedik és egy éven belül kijön és véget ér a kapcsolat, vagy nem féltékenykedett három évig, húzták és úgymond három éve ment el a lecsóba. Hm. Az a baj, látod, hogy ez egy jó, jó kérdés, amit te mondasz, de de, de tudod. A én azt mondom, hogy az a jobb, hogy nem feltékenkedsz, és három év múlva jön a csuba, mert a három év alatt is ta tanultál a kapcsolatból apró nyanszokat, remélhetőleg, ne. és nagyobb ö konklúziót tudsz levonni a három éves kapcsolat végén, mint az egy éves végén. De ez az én gondolatmenetem igen, vagy végigmész ezen a, gondolatokon, a gondolatmeneten, meg mit tudom, és így, amúgy megjelent az áldáring, és így, és így mész tovább. Most csak egy, ez egy hülye igen. példa volt, érted, igen. De a világon nagyon sok minden van ezen kívül. Így van, így van. Ez el csak egy hülye példa volt. Hogy így? Oké. Okay. Oké, okay, rossz, meg ah, de szar, hogy így alakult, és meg az elda is elcsúszott. Baszta meg. Igen. És az, a, az élet kiszámíthatatlan, nem tudod, hogy mi történik. De, de Veled de most miért? ez a, arra kezd fel, hogy egy baromsárga szejcsentós lezúzta a kocsirat reggelre. Na jó, de érted, az élet megy tovább. Igen. Nyilván most közben nem azt mondom, ne, ne, hogy ezt ne, ilyen érzéketlenül kell felfogni, de azért... Ne, nehéz feldolgozni, meg kell rá időt szállni, de mindig lesz holnap. Menni kell előre. Egy, Nyilván, ha olyan a helyzet, akkor benne vagy a gödörbe, nehéz onnan kimászni, ez tény is való, mindannyian megjártuk már a nehéz időket. Az élet megy tovább. Mm. Pisti is megölte az Ederinkbe az összes boszt, akit meg akart. Akit meg akart? Nem mindegy. Nem Csak Fontos igen. Fontos kiegészítés. Igen. Nyílt kapcsolatban kell elérni, és no para? Hát több láttad az Oszkárgálát, de most ezzel lépjünk túl, és nem menjünk tovább. Oké, okay, mert az a baj, ez, a, ez az üreg nagyon mély. Uh -huh. Ez az üreg nagyon mély. Igen. Egyébként, ha már Hollywood, hír vagy nem hír, mert már egy ideje azért beszéltek róla, de most már hivatalosan is visszavonul Bruce Willis a színészkedéstől. Igen. egy, Egyfajta, egyfajta fáziával diagnosztizálták, ami ilyen, hát ilyen beszéd zavar. Uh -huh. A Be zavarok összessége Egy, van több ennek az egész uh -huh. dolognak, de azzal lett gyakorlatilag ő diagnosztizálva, az a fázia, az elvileg, És hallottam előtte ezt a szót, ez a, a fázia, az azt hiszem a beszéd. És az nem tudom, az A-hoztóképző. Uh -huh. Tehát, hogy valamilyen beszédzavara van, és ö, valamilyen fajta, nem tudom milyen, vagy legalábbis erre hivatkozva ö, visszavonul, ugye a színészkedéstől, és... Ö, nem fogjuk többet fél látni. Igen. Ezekről, ez akárhogy is néz ki, én azt mondom, ez egy szomorú hír. Amikor ugye az Arany a díjra neki csináltak külön kategóriát, akkor már ment a plejka, hogy azért csinál ennyire sok borzasztó filmet, meg azért önti magából a filmeket, hogy nem teljesen van rendben egészségügyileg, és hogy amúgy nem annyira jó vele dolgozni, és hogy még mindig kapaszkodik bele, pedig már nem kéne. Úgy tűnik ezek a plejkák igazak voltak. Uh -huh. Sajnál. Hogy ez van, sajnos ő sem lett fiatalabb az időtelik. Most azon gondolkozom, hogy igen, én nem vagyok benne teljesen biztos, hogy emiatt volt rossz filmekben. Ha nem ő lett volna, akkor más lett volna azokban rossz filmekben, szóval ez nem De akkor nem feltétlenül kapják fel, hogy egy régi állistás sztár van ezekben a borzasztó filmekben. Igen, igen. Viszont a másik része meg az, hogy ilyenkor, tudod, azon gondolkodom, hogy nyilván ő nem az a megöregedő színész lesz, mint oly sokan, uh -huh. hogy akiknek tudod, mondjuk, mit tudom én, 60 meg 70 pluszosan is óriási karrierje van, mert vannak olyanok is. Uh -huh. ez, nem egy, ez nem egy furcsa dolog. Én, én, nem, én nem gondolom, hogy, tehát én, én, nem, én nem vagyok szomorú. Mert örülök neki, hogy megcsinálta azokat a filmeket, amiket nagyon-nagyon szeretek, meg mit tudom én, de lehet, hogy így a jobb, nem? Igen. Hogy, hogy, hogy tényleg nem az van, hogy Oh, az a baj, lehet, hogy meg ennek, de, de hogy nem, 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 nem tipolja teljesen tényleg a földbe magát most már uh. ezekkel a filmekkel. Én nem gondolom, hogy, hogy nem fog tudni egy elfogadható szinten élni. Ezen túl én, 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 úgy gondolom, hogy, 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 hogy jobb, hogy megmarad a karrierje valamilyen szinten egy, 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 olyannak, amire jó visszanézni. Tehát, tudni még, kell, még, elég, nem? Még tovább nem fogja rombolni. Igen, igen, igen. így is már elérget rombolt az Ázsiójából, én, én én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy lehet, hogyha még egy kicsivel régebben abba hagyja, az talán még Légy jobb lett volna. Van. Nyilván ez nem nem most a személyére vonatkozik, vagy bármi ilyesmi, mert az semmit akar. Persze. Meg nem arra, hogy most nekem melyik film tetszik, meg melyik nem. De én, én, én úgy, lát, úgy, úgy gondolom, hogy nem feltétlenül olyan szomorú hír. Abból a szempontból a szomorú, hogy telik az idő. Igen. Számomra ez mindig is olyan furcsa kérdés volt, Pistő, hogy... Tudjuk nagyon jól, hogy vannak olyan filmek, amik látod, megnézed is rá, hogy ma a felénél el, vagy első utca felé, hogy ez borzasztó film. Mm -hmm. Megértem azokat az embereket, akik ezekbe jelentkeznek, hogy dolgozzanak benne, mint feltörekvő sztárok, hogy kell a pénz kiugrási lehetőségből. De egy olyan színész, mint mondjuk Bruce Willis, hogy valószínűleg nem azért vállal el minden szerepet, hogy legyen egy harmadik bentlie, vagy mit tudom én anyagi függetlensége szerintem megvan, hogy ő elolvassa ugyanúgy a forgatókönyvet. És lát, ő nem látja, hogy amúgy ez egy borzasztó film, ez szóval ő miért vállalja Csak azért, hogy még mindig a, a, a körforgásban legyen benne? vagy. Igen. Uh -huh. A lóvé meg az, hogy ő még mindig dolgozik. Meg ugye nyilván a nyomás, mert ugye Bruce Willis például egy olyan arc, aki, hogyha belegondolsz, hogy neki hogy nézett ki a karrierje, vagy milyen barátai voltak, hogyha így szeretsz uh -huh. utána olvasni a dolgoknak, közülük, mindenki győkeményen dolgozik, még mindig. Ott, abból a korszakból. Szerintem pénz, lóvé, ugyanúgy. Kergetni, amíg élünk. Uh -huh. Lehet, hogy ő nem abból a szempontból nézi, mint hogy én, uh -huh. hogy van egy jó karrierje, és utána a végére hozzá csak még egy borzalmas szakasz. Nem, szakaszt, nem így néz. Hanem csak úgy nézi, hogy dolgozok. Van, dolgozok? Van, 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 egyik... van, van miért fel kell nem, és van életcélom, mm. hogy most még megcsinálom ezt a filmet, meg jövőre még azt a másik kettőt, és nem az, hogy elmenek vagy, vagy 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 mit tudom én mit csinálni. A gondolat hogy nem vonul nyugdíjba. Az, hogy ott ki a gondolatmenetből igazából, hogy attól, hogy az ő munkája abban a szempontból specifikus, hogy mások nézik, uh -huh. meg ugye van egy tetszik, nem tetszik faktora, meg egy visszajelzés faktora, blablabla, bla, bla, mint munka nem sokban különbözik bármilyen munkától. És Igen. mi van, ha szeret dolgozni? Ezzel, amit akartam Igen. mondani, hogy nem akar nyugdíjba vonulni. Igen, tehát most és nem akar kiesni a pörgésből. Tehát hmm. Van egy csomó ember, aki szeret dolgozni, aki szeret bemenni dolgozni, és lehet, hogy ha én egy boltban dolgozol, eladóként, uh -huh. érted, akkor mondjuk nem csapnak szájba, amit tudom én tíz évvel a nyugdíjazásod előtt, hogy figyelj, azért most már abba hagyhatnád ezt a szart meg nem áll mert ott nem találkozol ezzel. Igen, igen, de számomra akkor is furcsa, hogy az örökségét valaki így, így tudja kezelni, így el tudja tolni. De Melyet, tehát, hogy... rá. Igen, de hát akkor meg miért nem megy el producernek, vagy rendezőnek is csinál rossz filmeket, és ott... Oh. Filmeket, és ott... Oh. De értem, most gondolj értem, gondolj, értem, gondolj, amit gondolj, értem, Most gondolj, milyen, milyen hülye példát hozunk. mert egy csomó munkában ugye ez nem fordul elő. Persze. Érted? Most mit tudom én? Maradjunk annál, amit a legtöbb ember emleget, mert ugye azt tudjuk, hmm. hogy az emberek 99%-a a szalag mellett dolgozik egy gyárba. Nem is ezt mondják. Igen. És a maradék szerencsés 1% sose tudja meg, hogy milyen az. Igen. De maradjunk abban. Most érted, ha valaki szeret mondjuk egy gyárban dolgozni, és mondjuk ezt vegezni, gyártani. Most ő se azon gondolkodik, mikor bemegy a következő nap, hogy ú, megint dolgozhatok, hogy na meg, 20 évvel ezelőtt mennyivel szebb cipőt csináltam, mint most. Tehát ő mint munka gondol rá. Nekünk ez a rohadt különleges, amit ő csinál. Aha. De érted, mint munka. Szeretve, szeretne releváns maradni, szeretne a körben maradni. Igen, mert azt ki a részét tudja. megértem, hogy ha nem csinálja, nem vállalja a rossz filmeket, akkor nem beszélnek róla, kiesik a, a köztudatból. Nyilván nem esik nem, ki, kimetlet, mert lett. Milyen mert... filmekben? Bruce Willis. Igen, azért mondom, hogy nem tud kiesni a, a, a köztudatból. Igen, mert, de mert most ott már marad... milyen filmmel nyúljanak hozzá? Ő nem tudom, a, a Die Hard 8 ne. De... De, de, mert... de látod, hogy ő, 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 ő milyen típusú filmeket szeret, meg mit talál, sok mindenben. Én nem gondolom azt, mondom, beszélgettünk már arról, Tudod, hogy ki milyen színész? Uh -huh. uh, így, főleg az akciósztárokról, mert őket lehet bántani. Ha emlékszem, aztán pont veled volt egy happy hour is, hogy Bruce Willisnek én nagyon sok filmjét szeretem, nagyon. Uh -huh. Őt nem tartom egy olyan fantasztikusan jó színésznek. Szerintem egyikben sem volt olyan nagyon-nagyon jó, de a film, amiben játszott, ikonikus lett így Igen. vele együtt. És sok ilyen film van. sok fajta ilyen film van, amit szeretek tőle. Igen. De ez nem változtat semmit. Ny Nyilván nem egy klasszikus uh, jó színész, Men voltak, igen, voltak drámai szerepei, voltak jó szerepei, voltak szerepelt olyan filmekben, amik nagyon mély filmek voltak, igen. de lássuk be, nem feltétlenül az ő őszínisz játék, amiatt lett fantasztikus a film. De ettől még ugye hozzá kapcsolód, de, ő a főszerep. Így van, így van, ő is benne van, ő is részvállalt, neki is jár a dicséret. Uh -huh. De lássuk be, azért... Igen, ne, de ne, de nem, egy, nem, 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 egy, egy alfaszínész, úgyhogy annyira, elképzelhetetlen számomra, hogy, hát nem elképzelhetetlen, mert tudom képzelni azt, hogy 50-60 évesen már nem feltétlenül akarja az egyik akciófilmet a másik után forradni. Bár látjuk, hogy van, akinek megy, de mindegy. de nekem, de, de, tudod, az én, az én mércém az meg, az meg alacsony nagyon. Tehát én szerettem a redeket vele, most az újabbak igen, igen. Nekem az, az is azok tetszett... baromi jók voltak. Szerintem nem volt annyira, ah, de az nagyon rossz volt. Hagyjuk. Ö, tehát, voltak jó filmjeim, maradjunk Ma, ennyiben. Nekem tetszett az a, Melyik volt az, amikor a testüket irányítják? Szörögét? Az. Az ször, ször, ször. Valami ször. Az is jó volt, amúgy így öm, nem tudom, vannak filmjei, amik, amikben, amikben tetszik nekem, ö, így öregen is, meg az új filmek közül is, meg mondom nekem a Die hard közül is több tetszett, mint amennyi indokolt. Ö, de most ez van. Uh -huh. Minden. Leteszi a lantot. Le. Szomorúan elfogadjuk. El kell fogadni. Mondom, gondoljunk erre ö, pozitívan. Egyébként köszönjük szépen a, a csetben a kommenteket, és szerintetek milyen új filmjei vannak, amik nem annyira rosszak? Mint az ötödik elem? Meg a Ponyver igen. GG. Azok, ten... fanyi... azok jó filmek, azok jó filmek, csak nem, nem új, kell, nem jó filmek. Nem a hulagunkba kell nyomni, nem jó, no, no, no. Na mindegy. Köszönjük szépen, szóval... igen, az is egy jó na, új igen, film. Na, az Mindegy. Abba hagyja a színészkedést. Szerintem a ez egy pozitív dolog, megmarad az öröksége, nem egy hirtelen elhunyt színészről van szó, mert azért még érted, tudja élni az életét, tudja élvezni azt, amiért dolgozott. Reméljük, hogy jó lesz, meg megköszi a, jó filmeket. az utolsó dolog, ami érdekes téma van, és kíváncsi, hogy szólsz hozzá. Ú, de vicces, hogy ezt így vezetted fel. Ugye? mert engem egy kicsit így, hogy is mondjam, ilyenkor ezek nem meglepnek, megnyugtatnak, hogy a világ nem változik semmit, és hogy. Igen? tovább, tovább görgeti azt a konteót, ami szerint, ami a fejemben létezik, ami kurva gáz, hogy minden, minden kamu. Tehát minden Igen. kamu a faszomba, és nem hiszem el, hogy emberek mindent elhisznek. Tehát, mint kiderült, ugye rettentő sok hírbe keveredik a TikTok mostanában. Igen. mostanában az elmúlt pár évben. A Boston népszerűségének, népszerűségének hála, ugye elég nagy a backlash is, hogy milyen káros hatása van, Igen. előkerülnek, tudod. Mostanában lehetett cikiket olvasni, hogy hogy beperelték a, a, a moderátorok őket, mert hogy micsoda tartalmakat kellett nézzenek, amik... Uh, sérüléseket okoztak bennük, lefejezésektől kezdve minden, uh, uh -huh. amiket kitiltanak TikTokról. Mondjuk uh, azért az tényleg durva, igen? Hát ha mennyiben igaz, nem tudom, uh, akkor a, uh, a hatása ugye a fiatalokra, hogy mennyire elbutítja a gyerekeket, hogy milyen tartalmakat látnak, bla, bla, bla. millió ilyen cikk születik, a legnépszerűbbet akarják a legtöbben visszahúzni. Na most kiderült az, hogy uh, több ilyen, uh, ilyen hagyjárat indult, úgymond a, a TikTok ellen, és köztük volt egy, ami kifejezetten ö, arra vonatkozott, hogy a fiatalokra mennyire rossz hatással van a, a TikTok, és hogy mekkora fenyegetést jelent alapvetően az, hogy mentálisan ö, mennyire rombolja őket, hogy milyen iszonyatos ö, pusztító hatása van gyakorlatilag az értékrendjükre, blablabla. Bla, bla. Kiderült, hogy ezt az egész kontenót, különösen ezt a cikk sorozatot a Facebook pénzelte. Tehát gyakorlatilag érdekes. felbéreltek egy céget, néhány héttel azután, ezt már összerakta az újságíró kollega, tehát Igen. kezeljük helyén a, a dolgot, de hogy elméletileg néhány héttel azután, amiről beszéltünk itt a Happy Hour-ben, mikor kijött a hír, hogy ö, 18 év után, most először ö, kezdett el úgymond aktív usereket veszíteni a Facebook, nem Emlékszel, hmm. arról beszéltünk itt a és el is magyaráztuk, hogy ez pontosan mit jelent. Azután néhány héttel felbéreltek egy céget, és hát ők, ők, őket arra kérték meg, hogy ugye kezdjék el gyártani ezeket a kontenteket. Ajaj. A TikTokról, hogy milyen vetedelmes egy cég. Jó, mi? Ez volt az anti-TikTok kampány. Micsoda gorilla marketing. Targeted Viktorinak Targeted Victorinak hívják a céget. Megcélzó, hogy győzelem, aki nem beszél Igen. magyarul. Magyarul? Angolul. Igen. Úgyhogy ilyen érdekes dolgok vannak. Ugye milyen érdekes? Nem. Egyáltalán nem, és egyáltalán nem is meglepő. Csak hogy mindig mi van a háttérben, hogy mi a mozgatórugója annak, amikor felkapnak valamit. De tehát, hogy semmi se változik. Nem, nem, Minden hát most... ugyanaz az iskola működik, mint régen. A trónfosztott vissza akarja szerezni magának a trónt. Igen. És megteszi érte mindent, mint a melléket mutatja, a, a, elég e, széles spektrumon Igen. használja az eszközöket. Azt nem mondom, hogy e, megérthetetlen a dolog, az, hogy kinek mennyire veszi be a gyomra, Igen. az már egy más kérdés. Igen. Um, én... Nem, 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 nehéz ez. De annyira nem meglepő. Nem, meg szerintem, de szerintem, tudod, mindenki tisztában van a dolgokkal, akik be, aki benne van. Tehát most szerintem ezt a TikTok is pontosan tudja, meg e várta is, hogy ezek megtörténjenek. Így működik a világ. Igen. Küzdeni a győzelemért. Igen. Nem tudják megvenni a TikTokot a facebookosok, mert a TikTokosok nem adják magukat. Sokan be akarták venni. Butaság lenne eladni, az a bajban mert egyszerűen annyira durva, hogy most már minden fölött áll. De az üzlet, az üzlet, mindig így nézett ki. Az üzlet mindig így nézett ki. Ilyenkor eszembe jutnak tudod azok a példák, amikor itt azokban nem akarok, nem akarok bántani embereket, akik bizalommal elmondanak nekem dolgokat, meg mesélnek. Úgyhogy Debrecen közeli kis településben, aminek ugye egyetlen főutcáját övezi a kisváros többi része, és így azt hívják központnak. Akkor nem Budapestről van szó, szóval, ugye? Debrecen közeli kisváros. Hát. És hát annak idején, 90-es évek elején, rendszerváltás után, ugye, főutca, és néhány bolt volt. Igen? Még kevesebb bolt volt, ahol mondjuk ruhát, vagy ilyeneket lehetett kapni, és akkor tudod, de a praktikák, hogy mik működtek, amik kiderültek tőle 15 év után. Hogy külön le volt beszélve az egyik boltnál, az egyik boltnál, ahol lehetett ruhát, meg néhány dolgot kapni, hogy kifelé jövet az embereknek, akik vásároltak valamit, adtak még egy hatalmas ajándékdobozt, meg tudod, üres szatyrot, ami ki volt tömve, tudod, bizonyagcsomagolással meg ilyenek, hogy azt lássák az ja, emberek, hogy onnan úgy jönnek ki, hogy vannak pakolva. Érted? És ez így meg volt beszélve, hogy a szemben lévőt megölje az iritség és ez, ez, csak a lájtos példája, hogy ez Main. mindig, ez mindig működött, a kibaszás, érted? Meg, hogy ráhívod a navot, érted? Meg, hogy ráhívod a könyált, meg amit el tudsz képzelni, de ez mindig működik. Igen. Tehát, ha két egymással szemben lévő étteremben az egyiknél egészségügyi ellenőrzés van, a másiknál meg nincsen, akkor nem kell nagyon sokat gondolkozni azon, hogy mi történhetett. Tehát ezek, ezek mind olyan, ezek régen is működtek, ma is működnek, csak fura látni, mikor ekkorában. Igen. Mikor ekkorában működik, de minél több pénzed van, annál fifikásabb tudsz szám lenni. Úgyhogy ezek, ezek működtek. De ja, ez, 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 ez Frankon egy ilyen szokás volt, hogy, hogy ezt nyomták, hogy kifelé jövet, ilyen óriási nagy dologba Egyébként ezt a praktikát mai napig használják egyébként a, az emberek. Ezek a nagy márkázott papír uh -huh. például, azokat azért kapod meg akkor is, hogyha, jó tudom, most már van, ahol pénzt kérnek érte, régebben nem így volt, hogyha csak egy inget vettél, vagy egy kendőt, hogy mindenki lássa, hogy te onnan, de, te onnan úgy jöttél ha ki, persze. hogy nagy szatyor. Reklámfelület. Nagy minden. De ez, ez ilyen. Ez ilyen. Ö, mindig működtek ezek a fajta ö, ö, praktikák. Mindig kibasztak egymással a, a, a konkurensek. Ez egy természetes reakció. Az, hogy jobb próbálsz lenni a másiknál, A sajnos mindig egy utolsó dolog. Könnyebb, könnyebb kibaszni vele. Igen. Beszélgetünk már erről, hogy ugye mit jelent a versenyszellem, és hogy Igen. ki hogy áll a dolgokhoz. Én ugye nem mondtam az én véleményemet, hogy én szeretem a fair játszmákat, Igen. és hogy nem feltétlenül mindig a győzelem a fontos, hanem a tiszta játék. Valaki ugye ezt teljesen másképp gondolja. A, 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 te most például, te most én, én, belevetted a sport. Én, én most igen a sporttal kapcsolatban mm -hmm. hoznék, vagy vontam egy, egy hasonlóságot, de nyilván a kettőnek semmi köze nincs hozzá, mert az. Az, némi az, az van. más, némi, némi köze van, mert, te... mert szemléletmód, hogy mi, mi, mit vagy hajlandó használni, mihez vagy hajlandó nyúlni azért, hogy elérd a célodat. Igen. Én ott, az, én ott hogyha azt vesszük, tudod, hogy, hogy próbálhatna az egyik virágból, azzal jobb lenni a másiknál, Tudod, uh -huh. Vagy próbál, próbálhatna jobb lenni a másiknál, hogy nagyobb forgalma legyen, kedvesebb lenni az emberekkel, ö, szebb árut hozni, csökkenteni egy kicsit a profiton, hogy jobb árat adjon. Most ezek hülyeségek, csak mondom, lehetsz jobb. Az él ott az van, hogy ott, ott már annak a határai, hogy lehetsz -e jobb, azok már így összementek. Tehát amikor a világ mondjuk, három legjobb emberéről beszélsz, akkor ott már elég kicsi az, amit még bele tudsz adni. És ott jön a kibaszás. E jó, de, de ne észel, izé, egy nem mész el egy vastővel. azt ne... téren a a másik kettőt, hogy ne tudjon ellened versenyezni. És te Láttad az, az ájtonyát? Azt... Láttam. ő oda ment. Láttam. Még Ma, Na, majd, majd, hogyha megnézted a, 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 azt a filmet, amiért most a Le legkedvesebb verekedős emberünk megkapta az Oscar díjat. Nem fogom, igen, nem el nyugodtan. Né én megnéztem, nekem tetszett az a film, nyilván nem feltétlenül... Lehet, hogy nekem is tetszett volna. Will Smith alakítása vitte a hátán szerintem, mm -hmm. de én, mint hogy én és a családom elég sokáig teniszezett, én eléggé képbe voltam a dolgokkal. Nyilván, úgy, nyilván, nyilván neked ez egész ne Nekem a... szívközeli volt a történet, nekem tetszett a film, és jó volt látni, hogy nem a vascsővel megy oda is vesz. Igen, az igen, igen, Nyilván nem a vascsőre gondoltam, hanem arra egyszerűen, hogy hamarabb, tehát hogy is mondjam, hamarabb de elfogadja ér, az esportba a kertizést. Értettem, az ember, igen. A, a... Amikor most gyorsabban. Közben az meg, igen. Most de, jó, ott... de így azt a rohadt, na mindegy. ezért van azt, hogy mondom, egy, egy üzleti versengésben azért még mindig, még mindig, benne van, vagy benne lehetne a fair play szinten azt tudod, hogy valaki az új ötletek, próbálkozzunk, ne kopízzuk a másikat Aha. állandóan, mert ugye ez megy, a legtöbb kon konkurensben ezt látod, Leutánozod a másikból, ami jó, amit meg már nem tudsz leutánozni, mert kevés vagy hozzá, azt meg elkezded mondani, hogy mennyire rossz. Vagy hívsz rá egy bombariadót. Vagy hívsz rá egy bombariadót. Tök mindegy, és akkor így ez működik. Üm, nyilvánvalóan mondom, az élsportban azért nehéz ez, mert üm, amíg, amíg, mondjuk van 10-15 opciód arra, hogy mondjuk megpróbáld ügyesebben csinálni, vagy okosabban csinálni a, a saját üzletedet, addig az, az ilyesporban sportban elég, már nem maradsz, persze, semmi. Persze. Nincs ott, a puskapor. Ott, ott sokkal szűkebb az eszköztár, ezt belátom tudod, én Nem én olyan, is. mint az anime mesék, hogy, 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 tudod így a, 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 a 19 részes küzdelem uh. utáni 20. részben elmondod, hogy amúgy végig bék jobban küzdöttél. Hajtalak. Igen, és most leveszem magamról a bilincseket. Igen, igen, <laughs> és így igen, feltárom én... az igazi erőm. Igen, é, ez amit mondtam, hogy én ezzel kapcsolatban kifejeztem a nézetemet. Szíki ugye most megérte, hogy mindegyik sportba ez jellemző. A sport arról szól, hogy ki a jobb. Nem az, hogy hogy tudsz kicseszni a másikra, hogy te nyerjél. Ez jogos. Ez szá jogos. Számon, Nyilván a A vállalja mindenki. A, 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 a sportban az, hogy az üzleti életben nem mindenki fel, az sokkal jobban befogadja a gyomrom, mint hogy valaki a sportba is gecízzen a másikkal csak azért, hogy ő nyerjen. Hát igen, most vannak sportok, amikben nem lehet, vannak sportok, amikben igen. Tehát most értem, most mit tudom én, mit hozzak fel, például a kép, pont Milák Kristóf kapcsán, az úszás. Tehát most oké, el, mondjuk el tudod mondani, mondjuk elmesélsz a másikról egy sztorit, hogy megjutja a fingját szünetbe, hogy ne uh -huh. szeressék az emberek. De most a víz alatt mi a szart csinálni? Hogy mit tudom én, csípedbe, az meg verseny hogy én nem tudom. A, persze. Most <laughs> Jó, a, a is játszik. A, 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 a nem tudsz mit csinálni, nyilván vannak olyan sportok, amiknek szerves része, mint ugye a kosárlabdában, a Jó, az nye, amerikai focsiban, igen, 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 hogy, igen, hogy igen, igen. igenis, odaállsz fel a szembe és elkezdett színi a mindenét is. Hát igen. De ilyenkor mindig eszembe jutnak a boxolók is, amikor ugye megy a, a súlyellenőrzés, mérés, hogy hívják? mi Mérlegelés. Mérlegelés, köszönöm. Igen. És ugye odának is befeszítenek egyszer a alsónadrágba, és felveszik a keményformát is. Van valamelyik elborult, nem tudom, hogy hogy hívják, aki meg ugye beáll. Oda És nagyon én, közel. Nagyon közel, és mindig legyen egy puszit. Vagy az arcára, vagy az orrára, a vagy a, szem, szem, a, é, a És, és ott ugye egyből megy a zölelkezés, hogy mindenki tudja hogy ő egy, egy, egy troll ebből a tekintetből, egy igazi udvari bolond. Uh, és hogy számomra mennyire jobb ezt látni, mint hogy jó, értem amúgy ez egy közös sport, elég jön ki, hogyha nem akarják. Jó, amúgy, megy ott a megy, Tehát megy, megy, megy. A mérlegelés alatt megy. De számomra van a szórakozhatóbb ezt látni, mint amikor látom azt, hogy tényleg összefeszülnek, és tudják azt, hogy holnap amúgy a szart is ki fogják venni a másikból, de már most elkezdik. De tisztában vagyok én is ezzel, hogy ez a ez só része a show része, meg hétről hétre, hónapról hónapra készülnek egy mérkőzésre, és ezzel szívek fel magukat, hogy abból az állatból kiverem az utolsó szuszanatot is. Nem gondolod egyébként, hogy, hogy, a, hogy, hogy a sportnak része, nyilván része ez, most nem azt mondom, tehát, hogy, hogy ez is egy, egy mentális próba. Még a boxnak ez is része, hogy hogy tudod kezelni ezt. Tehát most meccs közben is megy a Csak ugye nem mindig hallatszik bele, de néha igen. Hogy ott is ugye ki tud higgat maradni, hogy el tudja élni a másik a Hát Fel tudod-e csízni azzal, igen, és akkor már kicsit lejjebb tartja a vérekezést, és be tudod húzni. Vagy mikor a legnagyobb fájd közepén, amikor azt hiszed be az, hogy na most aztán kapta, nyom egy ilyet, hogy nem Valami... de hát most, akkor ez most olyan, mintha a sakk közben a az asztalhoz? Igen, tehát most ez benne van. Most nehogy már most profi vagy, vagy nem? téged az akadályoz meg, hogy legyőzz valaki csakba a, a finkszag. szag. O, elég csíp, Juli vagy. Milyen, milyen, milyen az? Hm? Érted? Az élsportban ennek már nincs helye. Ha úgy, úgy, le van szarva. Mit érdekel engem? Igen. Ez igen. <gül> <gül> jó, na, ez egy, de, de Balázs, tehát szerintem egy, egy rendkívül jó jó, 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 ennek a témakörnek egy jó kis zárása a, a, a fingossak. <laughs> igen, és akkor ugye már hogy felvezetett, hogy meg volt az utolsó érdekes téma, én még hadd mondjak egyet, ami kevésbé jogalt, érdekes. Jogaltan. Egy kis némi nemű gaming hírt hadd hát, szösszentségbe. Ami, ami ugye nyilván hozzám kapcsolódik, tegnap volt a Snowdenner-nek <laughs> a bejelentés, hogy végre megjön a, az új konzolokra a frissítés május végén, úgyhogy mindenki Xbox 5, meg 60 FPS, meg mit tudom én, Playstation ot X é Értettem, igen. <laughs> Új generációs meg, konzolokra meg... jön a, a szomorú yeah. Na, de ez amúgy mindenképpen jó, mert mert, mert mm. minél több játék elérhető annál jobb, főleg az új generációs játék konzolok esetében, hogy ott vannak gondok ezzel, úgyhogy királyság, meg jó hír. Yeah. Na, srácok, ma a Butest Podcast lesz, úgyhogy sokat fogunk még beszélgetni a mai nap folyamán. Kettőtől. Kettőtől. kettőtől a Budapest Podcast sok téma lesz, srácok. Playstation előfizus modell, Eldering zárásosság, komplex vélemény alkotási és egyéb játékhírek, úgyhogy Nesze kollégával kitárgyalási lesz. Kettőtől, gyertek, ha kíváncsiak vagytok rá, ez a mai program, a holnepi pedig már nyilvános. Második év, balás? Nem jut eszembe semmi más. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, további szép napot nektek. Köszönöm szépen, szevasztok! Végül!